Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre, ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következenek mai adásunk témái röviden. Térfigyelő kamerák. A szelektív gyűjtőket és a szabálytalanul közlekedőket figyelik. Kötelező olvasmányok. Széles kínálattal várják a diákokat a PMK-ban. Elevenek esse. Nomád tábor Kisoroszlyban. Újabb 9 helyszínre telepítettek térfigyelő kamerákat, amik július 10-től figyelik a szabálytalankodó autósokat és a szelektív gyűjtők környékét. A megfigyelő rendszereket a város több pontján, Barackos utca buszforduló, szelektív tárolóknál, a rendszám felismerő rendszert Pismány, Petyina, Boldogtanya környékén és az Ipar utcánál helyezték üzembe. A bővítés fő célja a védett övezetbe szabálytalanul behajtó autósok ellenőrzése, illetve a szelektív tárolók környezetének megfigyelése. Még elérhetők a nyári zárás előtt a kötelező olvasmányok Szentendrén a Pest megyei könyvtárban. Az olvasók érdekében módosulnak az eddigi szabályok. A vakáció kezdetével a diákok kötelező és ajánlott olvasmányokkal keresik fel, többi között a Szentendrei könyvtárat is. Évközben is látogatott a Pest megyei könyvtár, a lakosság 10%-a regisztrált látogató. Ilyenkor úgy vannak elbocsátva az iskolából a gyerekek, hogy egy-egy ilyen kis nyári olvasmánylistát kapnak, úgyhogy ezzel minket megkeresnek. Hát van nekünk egy kiemelésünk a kötelező olvasmányokról, itt a kölcsönző pult mellett. Ezek azok a címek, amelyek a klasszikus kötelező olvasmányok listáját tartalmazzák, tehát azokra gondolunk, amit a leggyakrabban szoktak használni. De azért vannak a klasszikus kánontól elrugaszkodó modern irodalomtanárok is, akik már azokkal a címekkel küldik hozzánk az olvasókat, amelyeket nem ezen a polcon fognak megtalálni, hanem esetleg vagy a gyerekkönyvtárba, vagy a felnőtt könyvtárba. Ezek nagyon izgalmas címeket szoktak ilyenkor hozni, és nagyon örülünk is annak, hogy a mai magyar vagy a világirodalom kortárs szerzőit adják fel olvasmányként a gyerekeknek. Talán nagyobb az élmény is így ezzel. A mi könyvtárunk nem panaszkodhat, nagyon használják a gyerekkönyvtárunkat. Ugye, hogyha a diákokra gondolok, akkor az egy igazán erőssége a mi könyvtárunknak, úgyhogy a kolléganők ott egész nap hadban kell álljanak. Két külön szekció van korosztályra bontva, van egy gyerekkönyvtár, az megpróbáljuk körülbelül a 16 éves korig bezárólag az irodalmat ott bemutatni, és akkor vannak a nagyobbaknak már a felnőtt könyvtárban, a szabad polcon a elérhető könyvek. A harmadik ilyen külön gyűjteményünk az a fonotéka, ahol a DVD-k, CD-k, ilyen nem hagyományos dokumentumok vannak. Hát az igazándiból kortalan, mert ott gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt vannak néznivalók. Érdemes az e-könyvekkel kapcsolatban is felkeresni a megyei könyvtárat, bár nem ebben rejlik az intézmény profilja. Az e-könyvek a magyar irodalom tekintetében, ami a kortárs olvasnivalót, az abban még nem vagyunk erősek. Ennek azért elsősorban az oka, hogy a kiadók azok megpróbálják féken tartani az irodalomnak az ilyen jellegű terjedését. Attól félnek talán, hogy arra a sorsra jutnak magyar könyvkereskedelem is, mint a CD boltok, akik ugye kénytelenek voltak bezárni, nem bírták a letöltésekkel szemben tartani a versenyt. Szakirodalomban és idegen nyelvű irodalomban azon egyébként van. Nekünk van hozzáférhetőségünk olyan adatbázisokhoz, ahol akár 1 millió e-könyv elérhető, de ezek főleg angol, német, francia, spanyol nyelvű, és leginkább szakirodalmat bemutató gyűjtemény. Tehát ilyen elérhető. Érdemes nem megszokásból felkeresni a könyvtárat a zárás előtt, mert módosított nyitvatartással várják az olvasókat. További részletek a könyvtár weboldalán találhatók. Nem lehet keresztül hajtani a Kovács László utcán, szerda este óta a Tavasz utca magasságában felbontották az útburkolatot, ahol bekötési munkákat végeznek. Ne megszokásból közlekedjenek a környéken.
Folytatódnak a nyári táborok az Elevenek Esse szervezésében. A héten a szentendrei diákok a kisoroszi szigetcsúcson nomád táborban próbálhatják ki magukat. Tábortűz, számháború, sátrazás. Mindezek a táborozás elengedhetetlen kellékei. A Szentendrei Sportegyesület évek óta szervez nomád táborokat a hagyományos úszótáborok mellett, ahol közel 40 fős közösségben több korosztály éli meg közösen a hagyományos és a különleges programokat. Körbenéztek el, és sok lehetőség van arra, hogy a gyerekhetek programot alkossunk és csináljunk. Azt gondoljuk, hogy minden nap más egy picikét, de hát nyilvánvaló a reggeli kerés után egy kis reggeli készítés, nem mi, ők készítik a reggelit. Ez általában egy teja, valamilyen szendvics formájában, és akkor utána olyan 9 óra, fél 10 fele indul a különböző program. Mivel hogy sokan vagyunk, közel 40 gyerekről beszélünk, ugye, ezáltal több csoportra vannak ugye bontva, valaki strandoló programot kap éppen, valaki éppen tűzrakásit, az azt jelenti, hogy össze is kell neki gyűjtenie, föl is kell neki vágni, és meg is kell gyújtania neki. Valaki éppen sátort épít, vagy éppen bont, vagy éppen takarít, úgyhogy azt gondolom, nagyon sokfajta lehetőségük van, hát ez a környék, ez adja magát a lehetőségekkel. Az Elevenes Sport Egyesületnél azt gondolom, hogy a vizet nem lehet és nem szabad elkerülni. Hát nyilván kisoroszi szigetcsúcson vagyunk, ugye szerintem az ország egyik legszebb és legjobb környéke. Nyilván ugye evezgetünk, majd fogjátok látni a hátul mögött egy kis motorcsónak fánkozással, banánozással, és hát mellette persze úszó program itt is van, nyilván más körülmények között, mint a V8-a vagy egyéb más úszodákban. Itt mentő mellénnyel a biztonsági szempontokat figyelembe véve, de ugyanazt a programot itt is végigcsináljuk. Majd minden este, leszámítva az első napot, amikor még ismerkedéssel töltöttük, ugye éjszakai számháború és kommandókkal dolgozunk itt. Valaki vadászni indult el, valaki élelembeszerző körútra jár el, de olyan körülbelül 11 óra és éjfél magasságáig elég sok intenzív műsor van számukra, amit itt megtekinthetnek. Mindenki kiveszi a részét a napi munkából. Pontos beosztás szerint kapják a napi feladatokat a fiatalok, hogy a tábor végére igazi közösségé kovácsolódjanak. Akadnak többen is, akik már visszatérő vendégei a nomád tábornak. Nem első alkalommal vagytok itt a táborban, hogy érzitek magatokat? Jól. Mi az, ami a leginkább tetszik? Hát, hogy bemehetünk a Dunába. Barátok vannak már? Igen. Most egy különleges programon vagytok itt, amikor motorcsónakázni lehet. Ez mennyire tetszik neked? Voltál-e már kint a vízen? Hát most még nem voltam, de tavaly már voltam. És akkor hogy tetszett? Nagyon jó volt. Mi az, amit vársz az estéből leginkább? Itt gondolok a számháborúra? Hát a számháborúra, a számháborúra. És tábortűz? Hát arra is. Mennyi barátot gyűjtöttél az elmúlt időszakban? Ez sokat, kavicsokat is. Azok is barátok. És mi az, ami a leginkább tetszik neked ebben a táborban? Tegnapi számháború eddig, este. Népszerű program volt a motorcsónakázás, ahol sorban álltak kicsik és nagyok. A számháború volt az idei sláger mégis a gyerekek között, amit minden este nagy izgalommal vártak. Mi az, ami eddig a leginkább tetszett neked? Hát, tetszett ez a banánozás, motorcsónakkal kell húzni, és a tegnapi számháború is. Mi volt azon a tegnapi számháborún, ami ennyire tetszik mindenkinek? Az volt, hogy a lányok a fiúk ellen voltak, és a lányok elbújtak, addig a fiúk bementek a sátorba, 10 percet kaptak rá, utána mi előjöttünk, felvettük a számat, és ki kellett őket lőni, de ők is miket. Akkor voltak gondolom izgalmas percek. Igen. A Duna hogy tetszik? Milyen a hőmérséklete? Kellemes. Jó. Barátokat szereztél már? Igen. Voltál már egyébként máskor is ebben a táborban? Igen, voltam még tavaly is, csak akkor hoztam egy barátomat. Táborzárásra várják a szülőket a gyerekek péntek délután, ahol a közös főzés mellett az élménybeszámoló is elhangzik majd. Nem érnek véget az Egyesület táborai, jövő héttől újra Szentendrén folytatódnak a foglalkozások.
Végül a várható időjárásról. Péntekre több fokot hűl a levegő, délelőtt napos, délután sokfelé felhősebb idő várható. Jelentős eső nem esik, de kisebb zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható, 22 és 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Ennyi volt mára a híradó, maradjanak velünk a későbbiekben is. Hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, vagy töltsék le az Itt-Ott TV alkalmazást, ahol élőben nézhetik adásunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!